Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, kellemes időtöltést és szórakozást, az M3 autóparkban vagyunk. Egy gyönyörű szép 2014-es 316-os kombit nézünk meg, most a jármű 2014 6. havi pontosan. Egy ilyen nagyon érdekes, szép bézsmetál színű, szürke bézsmetál színű járgányt nézünk. A kilométer összességében 205 000 benne, igazolt garantált kilométerfutású autó. Ugye meg lehet nézni rendszámlapján a járműnek az előéletét, ugye egyrészt a ügyfélkapun, másrészt pedig a BMW szakszervizekben, ugye alvászám szerint visszakövethető ugye a járműnek az előzőleg elvégzett szerviz háttere. Az autónk szerintem karcmentes, nagyon szép állapotú, sőt, majdnem, hogy újszerűnek merném titulálni, nincsenek rajta parkolási sérülések, nincsenek rajta horpadások, gyönyörű fényezése van. Az autónknak az B-oszloptól hátrafelé levő üvegezett része az fóliázva van, tehát benne van a műbizonylat, tehát hivatalosan van rajta az a sötétítés, amit itt látunk. Kukkantjuk meg ezt a motort, ez egy 2000-es dízel motor, Euro 6-os besorolású, ugye a környezetvédelmi osztály az Euro 6, ugye, és egy nagyon alacsony fogyasztású dízelmotor van benne. Tényleg ilyen 5-6 literekkel, 4-5-6 literekkel el lehet vele közlekedni, kinek ugye vérmérséklete szerint. Fantasztikusan szép ez a fekete hűtő díszlács itt előttünk. Nagyon szép vonalvezetésű lámpái vannak, és a lökhárító is teljesen mutatós, nagyon szép, szemed gyönyör köttető legalábbis részemről. Ezt látom, a szélvédő tökéletes állapotban van, nincsen rajta kavicssérülés. Itt van a motorunk, igazából sokat nem látunk belőle, be tudunk kukkolni jobbról, vagy balról, meg jobbról is. Hibátlanul teszi a dolgát, alvásszámot meg tudjuk tekinteni innen is, az autónak a rendszámát onnan is, és egyéb iránt még a fólia igazolásán is rajta van ugye az autónak a rendszáma. A Felnikről egy néhány szót hadd mondjak, ez egy gyönyörű szép BMW 17-szoros alu Felnik, teljesen kopásmentes, nincsen rajta sehol ilyen parkolás, ügyesen tudott a gazdája parkolni, mind a négy darab nagyon szép állapotú, és rettentően szépen feldobja az autónknak ezt az esztétikáját. Ezeken a gumikon jelen pillanatban ugye nyári gumik vannak, Bridgestone márkájú gumik, amik ezen most rá vannak szerelve, nagyon jó állapotúak szerintem ezek is. Ugye hátsó kerék meghajtás, ott kopik legjobban ugye a gumi, de ez egy nagyon jó állapotú gumi még rajta. És nem csak az jó állapotú, hanem ami itt mellette van, és ez nem az enyém, hanem szintén ezé a BMW, amit Feri és Peti kollégámnak köszönhetünk, hogy szépen ide stócolták nekünk erre a bemutatóra. Ezek is eredeti ugye, gyári BMW, alufelni, és ezek 2 éves téli gumik rajta. Mutatom közelebbről. Köszönöm a srácoknak, szépen be vannak zacskózva, és be fogjuk tenni a kocsinak a csomagtartójába. A kombi autónknak ugye az 5. ajtaja az elektromos zár, és megnyomjuk, szépen kinyitja a hidrolika, vagy elektromotor. Valamelyik a kettő között, tehát könnyedén kinyitotta. Az autónknak megvan a hátsó rolója, egyszer be tudjuk így is csatlakozni, és utána, ha elforgatjuk, akkor fölcsúszik oda, vagy akár ki is tudjuk ugye venni belőle, hogyha akarjuk az egészet. Le lehet dönteni az utas háttámlákat, ugye egyharmad, kétharmad, sőt, dehogy is, ugye három részletből van. Ugye van egyszer a középső rész, ugye ez ugye azt teszi lehetővé, hogy végig tudjunk tolni benne itt egy hosszabb dolgot, hogyha esetleg mitten síelni szeretnénk, és nem a tetőre, szereljük a dolgainkat, és ugye ezen kívül ugye így felesbe el lehet dönteni ugye az egyik felét és a másik felét is. Vissza van csattintva. Van csomagtérháló, tehát ha valaki olyat hív vissza, ami hát esetlegesen nyakába dőlne, akkor ezt be lehet ezt is tenni. Van hátul 12 volt, aztán van itt ilyen kis táskatartó, vagy szatyort rá tudunk akasztani, és ebből 2 is beletettek, jobbról balra. Itt találjuk az EU dobozkát, alánézve pedig van egy jó kis gumiszőnyegünk, és nagyon szép tiszta alatta minden.
és vannak ilyen rekeszek, amiben tudunk pakolászni még. Ezt megemeljük, és ott van még egy rekesz, és oda is tudunk még pakolni, tehát sok minden elfér benne. Visszafelé zárjuk le. Nézzük meg az utasteret, és hogy mit kínálnak nekünk még itt a BMW művek. 4 darab elektromos ablak van benne. De van zárva, most már mindjárt belülről megnézzük. Előről van oldallégzsák, ugye, van függönylégzsák, ugye pohártartós könyöktámasz, Isofix. Itt vannak a függönylégzsákok. Szép tiszta különben, nincs megszaggatva, kiülve. Nézzük meg ezt a baleső ajtót, itt 4 darab elektromos ablak, innen már meg is oldottuk, hogy működjön, ki volt kapcsolva, ugye visszafelé is, meg erre is teszi a dolgát mindegyik ablak. Azt mondja, hogy látunk itt egy jó kis ülést, azt mondja, hogy nincs kikopva, nincs kiülve, be is teszem magam ide. A zenét egy kicsit lejjebb vesszük. Egy bőrkormány előttem, a bőrkormányban azt mondja, hogy van itt tempomat vezérlő, van itt nekünk rádió vezérlő, és ugye bluetoothos is a rádiónk, ezt innen tudjuk majd elérni, ezt a kis választókapcsolónkról lehet navigálni vele, 6-os kéziváltó tartozik hozzá, és egy választható teljesítmény gombocska, van egy sportos fokozata, meg is jelenik a műszerfalon, ugye, visszafelé, komfort, és van egy ilyen Eco Pro, hát ez ilyenkor spórolja nekünk az üzemanyagot, ezt meg is fogjuk látni majd ott a műszerfalon, hogyha ezt a verziót használjuk, akkor nagyon sok-sok mindent meg fog spórolni nekünk, és ezt mutatja is ő majd, hogy mennyi üzemanyagot spóroltunk meg ezzel az Eco móddal, hogyha nem rohanunk, ugye. Szépen amúgy kialudtak a cseklámpák, működik benne minden, gázadása jól reagál, ugye 116 lóerős ez a motor, meglepően jól megy különben. Koncertóval előbb mentünk egy rövid kör, de szerintem még egy kört fogunk vele menni, mert nagyon szimpatikus volt, és nagyon jó volt vezetni az autót, és jönnek velünk akkor a srácok is, nem csak a gumit pakolják. Itt van mellettem ugye ez a Skyfall igazolás műbizonylat, RKN 186-ról szól, milyen fóliát tettek rá, innen is láttuk ugye a rendszámot magát, hogy betesszük ezt a forgalmi engedélybe. 23. 4. hó 7-ig szól a műszaki vizsgája, tehát 14 hónap még ugye ide megvan a gépkönyv, a leírása, egyebek. Ugye alvásszám szerint, mint mondottam, a BMW műveknél ez visszakérhető, lekérhető az autónknak az előzménye. Egy kesztyűtartót látunk itt, automata világításunk, sötétedik a belső tükör, esőérzékelő van benne, szépítkező tükör ugye a két oldalról, ugye a kulcsot láttátok, és Concerto hozta mind a kettőt, szép kis formatervezett darab, nyit, zár és hátsó csomagtartót tudjuk vele külön nyitni, még ezzel a harmadik gombbal. Ezen kívül akkor nézzük meg, és vehetem ki onnan. Ezen kívül ugye van benne egy start-stop rendszer, ki tudjuk bele iktatni, vagy üzembe tudjuk helyezni. Start-stop megjelenik ott a kis műszeren is. Azt mondja, hogy leálltottam egy gombnyomásra, ez a kis start-stop gomba, bocsánat, innen jobban látszódik. Megnyomjuk, és akkor indul már is az autónk. Ugye van benne bordkomputer, itt a BC nyilacska ugye fölött lehet nyomkodni, és itt pedig ugye a középső részen, innen tudjuk a rádiónkat választani, egyebeket, telefon, beállítani mindent, navigációt, lehet választani csatornákat, ami tetszik nekünk. Már is működik a következő, Dicket most nem akarok hallgatni, klasszikusokat is hallgathatunk, nagyon szépen szól különben benne a zene. A klímát ugye innen érjük el, a középső rész, hogy automata klíma van benne, rádiót kikapcsoltuk, és egy gombnyomással akkor beindítjuk a gépünket, és akkor szerintem akkor ki is fogjuk próbálni. Eddig tartott, tehát egy gombnyomás tudja nagyon jól, hogy én menni szeretnék, és már is beindul minden. Hát ki kell engednünk a kéziféket,
akkor kialszik az a kézifék lámpa, és be kéne kötni magam, és mehetnénk is fele rögtön. Szerintem megyünk is, tartsatok velünk, nézzétek meg a következő videót, egy rövid próbaútra kimegyünk. Szerintem Feri, Petti és Concerto már itt is vannak velem, és már mehetünk is. Köszönöm szépen, megnéztek a videót, ne felejtsétek el megnyomni ezt a gombocskát, és iratkozzatok fel a csatornánkra. A viszontlátásra, sziasztok, legyetek jók!